Sziasztok! Valószínűség számítással fogunk foglalkozni, de most tényleg az alapokról fogunk indulni, hiszen erős alap nélkül nem lehet úgymond házat építeni. Ezért a mai videómban fogalmakkal fogunk megismerkedni, illetve elővesszük egy kicsit a halmazelméleteknél tanult fogalmakat. Valamint egy konkrét kis feladatot is fogunk nézni, és akkor erre a videómra, erre az első valószínűség számítási videóra fognak majd ráépülni az összetettebb valószínűség számítási folyamatok. A valószínűség számításban használni fogunk néhány fogalmat, ismerkedjünk meg tehát ezekkel. Ugye a feladatok többségében, hogyha visszagondolunk a valószínűség számítási feladatokra, akkor kísérleteket szoktak végrehajtani, tehát egy olyan folyamatot, amelyben a véletlen dönti el, hogy mi fog történni. Erre egy konkrét példa, hogy ugye egy szabályos játékkockát feldobunk, nem fogjuk tudni előre, hogy mi lesz az eredmény, de azt állíthatjuk, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os érték valamelyikét fogjuk kapni. Vagy erre a kísérletre például, hogyha a sorsoláson kiúzott személynek a kora, amely szintén a véletlenen fog múlni, előre csak annyit tudunk állítani, hogy a kora mondjuk biztos, hogy 200 év alatt lesz, mert 200 évvel túli emberrel nem nagyon szoktunk a mai világban találkozni. Ha tehát egy kísérletet végzünk, annak többféle eredménye és kimenete, úgymond kimenete lehet. Egy kísérlet valamennyi lehetséges kimenetét magába foglaló halmazt pedig eseménytérnek nevezzük, azaz S-sel fogjuk jelölni. Ha visszagondolunk a halmaz elméleteknél tanultakra, akkor ugye, van egy nagy ö, halmazom, egy univerzumom, amit akkor óva jelöltünk, ezt most ezzel fogjuk jelölni eseménytérnek, és az a nagy eseménytér magába fogja foglalni a különböző ö, eredményeket. Lényegében így lehet ö, ö, elképzelni. Tehát a kísérlet lehetséges kimeneteit elemi eseményeknek is nevezzük. Eseményre példa, hogy maradjunk a sorsolásnál, hogy a nyertes, ez egy konkrét ö, ö, tény, hogy fiatalabb, mint 40 éves. Ez egy fontos esemény, de már az nem ö, érdekel minket, hogy a nyertes mondjuk csinos ember, ez pedig nem mondható eseménynek, mert a, a csinosság a szépség az ugye ö, ö, szubjektív ö, dolog. Eseményekre most ö, matematikai képletekkel fogjuk megfogalmazni az imént mondottakat. Ugye van az A és B két esemény, az S esemény térből, az úgynevezett nagy univerzumból. És akkor most jön elő a halmazelméleteknél tanultak. Ismét A Unió B ismételjük hát gyorsan. Az a unió B lényege a vagy szócska, tehát a valószínűség számításban a vagy szócska fog nagy szerepet játszani, hiszen A vagy a B esemény bekövetkezik. Ezt jelenti az a Unió B, tehát A és B esemény bármelyike bekövetkezik, vagy A és B közül csak az egyik. Aztán A meccet B, a és a B esemény bekövetkezik, itt az és szócskán van a hangsúly, mert A és B esemény egyszerre fog bekövetkezni. Aztán A részhalmaz B-nek, tehát A esemény B-nek a részhalmaza. tehát ha A esemény bekövetkezik, akkor B esemény is be fog következni, de fordítva vigyázzunk, nem mindig igaz. Az A esemény B-nek részhalmazára egy példa, maradjunk mondjuk a kockadobásnál, a hatos dobunk esemény ugye maga után vonja azt, hogy párosat dobunk hiszen a hatos az egy páros szám, vagy a kihúzott szeme 40 év feletti esemény maga után fogja vonni azt, hogy a kisorsolt, kihúzott személy elmúlt már 18 éves, hiszen 40 év feletti szemét kellett kisorsolni, ami ugye evidens, hogy 18 évesnél öregebb. Aztán a a esemény komplementere, vagy egyszerűen az A eseménynek a tagadása, akkor következik be, ha A esemény nem következik be. Tehát az A esemény ellentett eredménye. Aztán itt van a jó öreg üres halmaz, vagy valószínűség számításban a lehetetlen esemény, amely bármely K, úgymond véletlen kísérlet végrehajtása során soha nem fog bekövetkezni, és még elvi esélye sincs annak, hogy bekövetkezzen. És itt van az úgynevezett ö, ES eseményterünk, avagy a biztos esemény. Ö, kávéletlen kísérlet végrehajtása során mindig bekövetkezik, és be is fog következni, még elvi ö, szinten is. Nézzünk ezekre most egy konkrét példát. Maradjunk a kockadobásos kísérletnél. Azok a kikötések. Tehát a kísérlet nem felejtjük el, hogy a véletlen dönti el, hogy mi fog történni. A kockadobásnál itt vannak a konkrét kitételek. A esemény azt jelenti, hogy a kísérlet kimenete négynél kisebb lesz, a B esemény, hogy a kísérlet kimenete páros lesz, a C esemény pedig az, hogy a kísérlet kimenete hét lesz, mondom kockadobásra fogjuk ezt vonatkoztatni. Akkor kezdjük azzal, amit uh, tudunk. A C uh, elgondolkodtató, hiszen a kísérlet kimenete hét lesz, ami azt jelenti, hogy hetet uh, dobókockával soha nem fogunk dobni, hiszen a, a dobókockának az esemény terében az egyes, a kettes, a 3-as, a négyes, az ötös és a hatos szám szerepel. Hetes a dobókockára nincs festve olyan nincs, hogy hetes tudjunk dobni a dobókockával. Ezért szimplán a C részt mi már meg is tudjuk oldani. A C az egy üres halmaz. Tehát soha nem következik be. Akkor nézzük meg, ö, a, mondjuk az eseménytért, azt már az elebb is elintézhettük volna. Ugye, amit mondtam, hogy az eseményterünk az 1, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös és a 6-osból áll. Ugye ezek a számok vannak a dobókockára felfestve, és ha már ezeket mondjuk ezzel indítottunk volna, akkor tudtuk volna, hogy a kísérlet kimenete 7 lesz, az egy lehetetlen esemény, soha nem fog bekövetkezni, még elvi szinten sem. Vizsgáljuk meg az A és a B-t. A kísérlet kimenete négynél kisebb lesz. Kapásból ugye mi ö, írhatnánk már azt ide, hogy négynél kisebb, akkor vagy az, hogy egyest, vagy hogy kettest, vagy hogy hármast fogok dobni a kockával. Nézzük meg a B-t. A B-nél az van, hogy kísérlet kimenete páros lesz, a dobó kockán pedig a kettes, a négyes, és a hatos szerepel, mint páros szám. Igen, ám, de ezt a, a, az eseményt egy egész komplexen ö, kell ö, nézni, hiszen ö, nem elég csak annyit teljesíteni, hogy a kísérlet kimenete négynél kisebb lesz, hanem a B részét is kell nézni, hiszen egy nagy eseményben foglalnak heze, helyet, és ugye egymástól ezek ö, nem független ö, események, ezért most jön be az, az A Unió B, azaz A vagy a B esemény következik be. Az A Unió B-nél, ugye felírtuk az A Unió B-nél, 1, 2, 3, 2, 4, 6 lehet az A és a B ö, ö, eseménynek a, a kimenete. A Unió B-nél tehát minden egyes szám szerepelni fog ugye, az ötös kivételével, mert azt ide nem soroltuk fel, az egyes, a kettes, a hármas, a négyes, ö, illetve a ö, hatos. De még nem végeztünk, hiszen ö, kísérlet kimenete páros lesz. Az A unió B-nél látjuk, hogy az egyes és a hármas, Ugye az nem felel meg annak, hogy páros legyen. Valamint még nem hoztuk összhangba azzal, hogy a kísérlet kimenete ugye négynél kisebb számot kell, hogy kapjak. A négynél kisebb szám, amit már ide definiáltunk, az az 1, 2, 3, és most jut eszünkbe az, hogy az a eseményt mi egyszerűen letagadjuk. Az A eseményt tagadjuk, tehát úgy veszük, hogy az A esemény nem fog bekövetkezni, tehát az A esemény ellentett eredményét fogjuk ide leírni, azaz az A komplementer, vagyis dobhatunk mi 4-est, 5-öst és 6 a valószínűség számítási feladatoknál ö, fontos néha a fordítva ö, gondolkodás. Na, nézzük azt, hogy a kísérlet kimenete páros lesz. Ugye mondtam, hogy az A és a B az ö, nem független egymástól, ezért, ha megnézzük az A-nál 1, 2, 3-as soroltuk ide, a B-nél a 2, 4, 6-ot, a közös a kettes lesz, tehát az A meccet B-be csak is a kettes szám ö, szerepelhet. Ugye az előző példából, tehát a kockadobás is kísérletünkből ö, kiindulva, ö, látszik, hogy az A és B esemény összege, amit -vel, ö, A plusz B-vel is jelölhetnénk, amely pontosan akkor következik be, ha A és B közül az egyik bekövetkezik, akkor ugye az A plusz B-t az A és B események uniójaként is fel lehet fogni. Ha visszagondolunk, ugye az A és a B eseményre, amikor a kísérlet kimenete négynél kisebb lesz, és a kísérlet kimenete páros lesz, tehát itt azt jelentette, hogy az A-ban és a B-ben lévő eseményeket összegeztük, tehát egy nagy unióba pakoltuk bele fontos tehát ezt is megjegyezni, az A plusz B az lényegében az A és B eseményeknek az uniója. Aztán az A és B események szorzatán, tehát az A szor B-vel jelölt eseményt értjük, amely pontosan akkor fog bekövetkezni, amikor az A is és a B is egyidejűleg következik be. Tehát az A szor B, azaz a és a B eseménynek a metszete, a dobókockás feladatra visszatérve, ugye A is és a B is egyidejűleg bekövetkezett, mert az A azt mondta ki, hogy a kísérlet kimenete 4-nél kisebb lesz, már bizony, a kettes az 4-nél kisebb, és a kísérlet kimenete páros lesz, ugye ott szerepelt a kettes is. Tehát az A-szor B ö, fel lehet fogni az A és B eseménynek a metszetének. Aztán az A és B események különbségén, tehát A különbség B-vel jelölt eseményt értjük, ami pontosan akkor fog bekövetkezni, amikor A bekövetkezik, de a B esemény soha nem fog bekövetkezni, ez az előző feladatnál ilyen nem szerepelt de majd a következőekben nézünk majd ilyeneket is, tehát a különbség fogjuk majd érteni az a szor B komplementát. A következő videóban már a klasszikus valószínűséggel fogunk foglalkozni.